akkor lépjünk be a világba, jelentkezzünk be, hívjad le az ügynököt, és aktiváljad a mai nyelvtanuló programot. Wenn du hier fertig bist, geh noch zum Turnhof. Itt a 21. században mi törekszünk arra, hogy minél sokszínűbb módszertannal, eszközzel közelítsünk a gyerekek felé. Én nagyon örültem, amikor erre a Minecraftra rátaláltam, hiszen nagyon sok minden rejlik ebben a kis játékban. Én azért ajánlom mindenkinek az Minecraft-ot, és ez már nem csak pályákat lehet rajta kiátszani, megépíteni, hanem programozni is meg tudsz tanulni, és a barátaiddal is nagyszerűen tudsz játszani. A Microsoft létrehozott egy olyan tanulási eszközt, ami a világ egyik legnépszerűbb játékára, a Minecraftra alapul. A Minecraft oktatási verziója nem csak játék, hanem egy játékos virtuális tanulási környezet, ahol kéz a kézben jár a szórakozás és a sikerélmény, ezáltal a diákok motiváltabbak és könnyebben tanulnak. Számomra álom, mert hát a németet annyira nem szeretem mindig tanulni, de Minecraftozni azt mindig szeretek. Maga a Minecraft is úgy érkezett el hozzánk, hogy a Microsoft meghirdetett egy építs meg Minecraft országot, vagy Magyarországot akartuk Minecraftban megépíteni, és ezen a pályázaton vettünk részt, ott sikerült nekünk az iskolánkat a Minecrafton belül megépíteni. Felkiáltóját. Puff! Hát ezt most végighajtotta az összes parancsot. Kinyílt akkor a kapu, akkor be tudunk menni, és meg tudjuk nézni ezt a kóddarabot. Mi is itt a ládában nézzük, hogy mi van ott. Először a német tantárgyon belül, a német nyelv tanulásában kapott nagy szerepet. Itt olyan tanulók is megnyíltak, akik eddig nem voltak nagyon kommunikatívak, és ugye a Minecrafton belül például nagyon szép dialógusokat, szituációkat tudtak nekem beküldeni. Mindenféle németes feladatot kellett megcsinálni. Volt könnyebb, picit nehezebb, szerintem nagyon izgalmas volt. Amikor a Minecraftban vagyunk, akkor a tanulók legtöbbször nem egyedül vannak egy világban, hanem közösen tudunk egy világban dolgozni. Én, mint tanárként tudom felügyelni a tanulóknak a munkáját, ők pedig megtanulják azt, hogy hogyan várják meg a másikat, hogyan dolgozzanak együtt, hogyan kommunikáljunk a másikkal, ez lehet akár chatben, vagy lehet akár élőben is, hogyha egy teremben vagyunk, és nem mondjuk otthonról dolgozunk, akkor ez úgy is lehetséges. Hívott minket Teams-en a Dávid bácsi, megosztotta a képernyőjét, elmondta, hogy mit kéne csinálni, és akkor mindenki csatlakozott a világhoz, és akkor így megbeszéltük közben, hogy mit kell csinálni, és megcsináltuk. Az a tapasztalatunk, hogy a hibrid oktatás során nagy segítség volt ez mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek. A diákok otthon ültek és játszva tanultak. Most, hogy Minecraftozunk, így megértem. Azért rossz, hogy amikor vége van ennek az órának, mert nagyon jó ezzel a játékkal játszani. Úgy gondolom, hogy kellenek ezek az innovatív dolgok, és előre viszi a oktatást. Segít minket, hogy közelebb kerüljünk a gyerekek világához. Mivel élethosszig tanulunk, ezért jó, hogy vannak ilyen újítások, amiket ki tudunk próbálni.